Kinek akkora szakállam meg a hajam már, hogy nem bírok fel és le kéne nyiratni. Rákerestem a Google térképbe, hogy barbershop, meg ilyen hajvágó szalon, és azt mondta, hogy ide kell jöjjek, ami leginkább egy ilyen, hát egy minisztérium, ilyen publikus minisztérium, máskorat meg rendőrség van a sarkon, szóval még hely sincs a barbershopnak, nem hogy bezárt, hanem még nem is lenne hova rakni. Ha, gyerekek, megtaláltam. Teljesen véletlenül itt sétálgattam. És azt jelenti, ezt találom. Hogy nézek ki? Remélem, hogy angyalian, mert annyira hosszú volt, hogy ezt el nem hinnétek, vagy fél óráig bokráztam, mire ezt a helyet megtaláltam, aztán beültem, vártam egy 20 percig, mire sorra kerültem. A csalkam olyan pontosan csinálta meg, annyira... Ja, végigment egy ilyen nagyobb géppel a hajamon, aztán egy kisebb géppel, aztán még egy gép, aztán ollóval. Szokál ugyanez, kis gép, nagy gép, harmadik, negyedik gép, penge, itt ott, amott, szóval egy eszméletlen durva, mennyire aprólékosan csinált a csávó. De nem vagyok hívva az ilyen nagyon pepecselős fodrászkodásnak az én szempontomból, mert hogy rajtam ilyet ne fodrászkodjanak, mert nem vagyok egy ilyen startup modell gyerekek. Ezen a fején másokat nem lehet javítani, úgyhogy nekem már mindegy kb. Inkább arra megyek, hogy minél hamarabb tudjuk le, aztán mehessünk. Utolsó napja Dávidnak a gettóban. Haza kell mennie, el kell egy-két dolgot intéznie, úgyhogy tőle ma el fogunk búcsúzni. És búcsújándékként meghittük egy kis rodeóra. Ilyen bicikli kocsi, tepernék, ez a lényeg. Kell főzni valamit, mert már nagyon kell. Majd menő az krumplis tészta lesz, még életemben nem csináltam, az ő sem szoktak csinálni, az elég király. Bár hát a tésztát azt meggyúrják ott helyben, és az elég fajna, amikor ilyen kis friss. Itt a konyhánk a hostelünkbe, és már főztünk, szóval van egy-két alapanyag. Meg kell nézni, mi van. Van tészta, spagetti. Nem éppen az, amivel szokták a krumplis tésztát csinálni, de mindegy, abból főzünk, ami van. Pimentónia, paprika, borsó, legfontosabb gyerekek egy kis chili. Na mindegy, de mit szólsz hozzá, jó lesz? Jó, gyerek! Mi, káromló aparátok, egy káromló aparátok, egy káromló aparátok, egy káromló aparátok, egy káromló aparátok.
most megpakoltuk a táskát rendesen. Egy hát zsákba kb. Befértünk. Hola, ketál? A hosteles, ja. Hostel tulajkörben mehetünk. Az nem az, hogy miért lesz? Como siempre. Sonate cuestionero, aquí tú no eres grato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás pensado como un retrato. La calle la de pe... Ettől, csípőstől, sótól biztos jó lesz. Van egy kis csuborkánk. Jó lesz? Jó. Hát sótlan. Akkor sótlan, igen. Az idő eljött, amikor beváltunk egy ígéretet. Hozzáfogadtunk a Komával. Mesteremberrel, a Dave-vel, nem tudom amibe, hogy ha a gyerek, akkor... Egy kardiba fogadtunk Dávid ügyében, aki már elment, hogy ha gyerek, akkor egy kardiót tol velem. Azt mondta, hogy nem kell finomkodni, nyugodtan mehet a szakásos dolog, úgyhogy nem tudom, mi vár rá. Lehet, hogy itt fogjuk végezni a végén. Nincs túl hideg. Na, utolsó szolgán valamit hozzátenni, hozzáfőzni. Mennyi van még? Ah, biztosan. Minden vége? 16. Én már csak nyújtok. Hú, nagy volt. Elsőre. Mostani edzés különben egy ilyen kardiosztörkit edzés volt, és mondt ível a fedélzeten, és... Há, itt van! Megvan! Dávid, hova tűntél? Lepihentem. Mit gondolsz az edzésről? Jó volt, majd legközelebb folytatjuk. És én legalábbis ott, ahol ebbe hagytam. Jó, most végig toltam. Eléggé elfáradtam. Jó, ugye? Meg a nyújtás rész. Én is szoktam csinálni kis itókát így a végére. Ugye találtam egy-két ilyen leesett, nem tudom, hogy narancs-szerűs, citrom-szerűséget itt az utcánként a Rágvájban. És azt így, hát így fölvágtam. És belefacsolom egy ilyen kis üvegvízbe, ami szintén a csapból van, és ez hát a nagy ágyuk szerint ez garantált hasmenésfosás, és a többi, de gyerekek, ezt hiszem megy hete, sőt nem is tudom mióta iszok már csak vizet itt kint Paraguayban, és semmi. Milyen szép. I guess they have to clean them. Ah, at least they're free from us. What TV? Look at the TV. Amazing. Still, if when you said 700,000, I was like, holy shit. Yeah. That's pretty cheap. Oh, no, I think it's... We're getting better as we go along. PCR tesztet csináltatni Dave-nek. Most úgy néz ki a szituáció, hogy itt van a passzó 1, ott írják, hogy az első lépés, ott kell beregisztrálni. Az első oldalnak a 90%-et megértettük, ki is töltöttük. Van egy két dolgot, amit nem tudunk, hogy mit jelent pontosan. No! 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 Que pena! Várjál, unas preguntas. Na, kinyomoztuk, vagy kifiguráltuk, hogy mit kell még ráírni. Egyiket megkérdeztük, mondta, nem beszél angolul, úgyhogy semmi gond nincs. Nyomtuk spanyolul, szokás szerint. Bátorság! Juhú, megyünk! Tranquilo, tío! Con calma! Hogy érzed magad? Szarul! Milyen nyilatkozz? Milyen volt? Integes, Dave! Utolsó este Dávidnak, vagy Dave-nek pontosabban, eljöttünk a kedvenc helyünkre, az El Rubio helyre, ami egy elég rustikus hely, amit
Master Jim, nagyon szeret, he really likes it, that's what I said. He's really like the elastic places, nagyon szereti a rusztikus helyeket. És azért szeretünk ide járni, mert olcsó a kaja. És nagy a parkoló. És ugye a parkoló mellett van. A hölgy, aki kiszolgál minket, ő is elég csinos, és a kaja finom, és olcsó. Tehát az ilyen helyeket szeretjük. Se azt mondta itt, és se nincs a kiszolgáló személyzetes semmiféle öltö, meg egyenruha, szóval ez a király, úgyhogy. Tücsök, benne a szobába. És már vagy háromszor megpróbáltam keresni, és így nem találom, nem tudom, hol van. Ha hon van, mi? Valahogy fönmozsikál. Tücsök! Csendben legyél már! Hé! Nem tudom, valahogy fönn muzsikál. Na mindegy, olyan, mint ki lennék a szabadba, úgyhogy akkor tücsök muzsikálós jó estét mindenkinek!